Az asszony a nyári hónapokat minden évben szüleinél szokta tölteni vidéken. Az ura, bár neki is szüksége lett volna pihenésre, nem ment le vele. Valami nagyobb megbízást kapott, melytől állítólag egész vagyona függött, ezért minden idejét neki szentelte, vakációban is dolgozott. Eddig vergődve, nyomorultan éltek. Most, hogy tünedezni kezdett ifjúságuk, legalább egy kis kényelmet akartak. Gyula folyton vonalzott, hosszú léniákkal és háromszögekkel, gumiszta rajzlapokat. Kövérék hosszú, fehér, földszintes házban laktak, a város fő utcáján. Valaha nagyon híres porta volt ez, régen építették, akkor, mikor még a napszám olcsó volt, és az emberek nemigen siettek. Hatalmas bolthajtásai, méter vastag falai idilli idők nyugalmát árasztották. Az öregek sokat tudnak beszélni arról, milyen megyére szóló mulatságok zajlottak le itten, és mennyit táncoltak ezeken a szálkás padlókon. Évekkel ezelőtt hetente szólt náluk a cigányzene. Az asztalok reggel, este terítve voltak, mint a vendéglőkben is. Azok, akik társaságot kerestek, a nap bármely órájában idejöttek, ettek, ittak. Bort hoztak fel a pincéből, és a konyhában mindig sült valami. A gyógyszerészné híres gazdasszony volt, meleg tányéron friss töpörtyűs pogácsával és fánkkal kínálta a vendégeket. Most is napfény záporozott ezekre a szobákra, a fehér meszelt falakra, és az ablakokban, mint régen, piros virágok nyíltak cserépben. Ennek a háznak is volt valami jellegzetes szaga. A szalonon át, mely csak egy üvegajtó választott el a gyógyszertártól, átszivárgott a patika illata, az éter párája, és összevegyült a szobák légkörével, melyen a sok fehér nemű, a gyakran súrolt padló és az illattalan, de jó házi szappan egészséges, tiszta lehelete lebegett. Vilma már messziről megérezte ezt, és szívdobogva lépett be. Ott állt a füllett családi körben. Az életháza, gondolta. Itt minden tárgynak megvolt a maga története. Annyira megtelt élettel, hogy aki hozzájuk ért, azt megrázta a delejes áram. Minden villa, kés, kanál, olló, tű emlékeztetett valamire. Mikor a gyógyszerészné kinyitotta varróasztalkájában egy dobozt, megtalálta azokat a gombokat, melyeket kisleányai gyerekruháiról fejtett le. Ha én elmondanám az életemet, sóhajtott néha gyógyszerészné, arról regényt lehetne írni. És szeme majdnem eszelős fénnyel ragyogott a nagy-nagy jóságtól. De ha kérték leányai, hogy mesélje el, csak homlokon csókolta őket, és hallgatott. Azt mondaná el, amit úgy is tudnak. Aztán élete nem is volt regény. 19 éves korában férjhez ment. Csak arra emlékezett, hogy a gyógyszerész akkor a mellényén dupla fonatú aranyláncot viselt, és göndör fekete haja homlokára csapzott, nem volt kopasz, mint most. 9 gyermeket szült. Az évek csöndes, fájdalmas cigányzenés évek egymásba olvadtak. De ha egy keresztelőről tett említést, vagy egy vörhenyről, vagy valamelyik leánya első báljáról, akkor mindent pontosan látott. Megmutatta a szobapárkányt, melybe egyik kisfia beverte homlokát 7 éves korában, és azt az ablakdeszkát, melyről leesett legnagyobb leánya. Szavakat ismételgetett, melyeket gyermekei már nem értettek, és értelmük régen elmosódott. Vart, sütött, főzött, ápolta a kicsikéket, mikor betegek voltak, és sokszor előfordult, hogy egyszerre 4 ágy állott megvetve, ő pedig egymás után rakta a forró fejekre a borogatásokat, s keze a téli hidegben
kirücskösödött. Vilma sokáig nézte anyját, amint ölbetett kézzel ült, és nem volt se szomorú, se vidám. Alig öregedett meg, csak a sok-sok élet látszott rajta. Mi vagyok én? Kérdezte magában Vilma. Gyermek vagyok, és gyermektelen anya. Néha elvetődtek ebbe a házba a cigányok is. Felállt a banda a hosszú folyosón, cimbalommal és nagybőgővel, mint egykor a gyógyszerész neve napján. Kicsit cincogott, de aztán hamar elment. Vasárnaponként eljöttek ide nénjei is, a kövérlányok, az urukkal és a dajkákkal, akik gyerekkocsikat toltak az udvaron. A sokat látott ház asztalán újra tej és kamillatea gőzölgött. De hétköznapokon egyedül maradt szüleivel. Ekkor unta magát, ide-oda járt céltalanul. Egykori leány szobájában ágya fölött lógott egy arckép, fekete tojásdat keretben, Istvánka fotográfiája. Most ebből az elhagyott szobából nézte szegényke az élet közönyös múlását. Vilma ült a kertben, petúniák és verbénák között. Ólom nehéz nyári éjszaka feküdt mellére, csillagok nélkül, melyet a vidéki por sűrűvé és fullasztóvá tett. Az öregekre gondolt, apjára és anyjára, kik már korán fekszenek, kímélik magukat, életük utolsó éveit élik. Künn a folyosó ablakán mécségett, úgy, mint gyerekkorában, hogy a hálószoba egy kis fényt szitáljon, és lássanak, ha felkelnek. Ezen a szokásukon évtizedeken át nem változtattak semmit. Olyan templomian lobogott a kis mécs. Volt benne valami szertartásszerű és komoly. Minden ilyen volt különben ebben a házban. A kilincsek már rozogák, az ajtók nyikorogtak, az ablakok némelyikét nem lehetett becsukni. De az öregek ragaszkodtak hozzájuk. Megkegyelmeztek a holmiknak, melyek oly sokáig szolgálták őket, hiszen a tárgyak is csak egy életre szólnak. Arra a kevés időre pedig gondolták, amíg itt vannak, nem érdemes újat szerezni. Kis szél kerekedett és megsimogatta arcát, búsan és finoman, mintha valamire emlékeztette volna. Elmúlik az élet, mondogatta magában, de nem szüleit sajnálta, akik szépen, nemesen, nyugodtan öregedtek meg örömben és gyászban, hanem önmagát. Aki mindig elégedetlen volt, és úgy vágyakozott el innen, mint valami börtönből. A szebb, az újabb, az érdekesebb felé. Holott csak itt volt boldog. Az az unalom, az a csönd, az az eseménytelen élet, melyet itt élt át, az volt a boldogság. Csak az volt a boldogság. A lépcső alatt volt egy bolthajtás, melybe gajakat raktak, itt játszottak vala a bújósdi testvéreivel. Vilma fölkelt, és a sötétben a bolthajtás alá tekintett. Érezte az avar páráját, melyet régen, és mellét kifejezhetetlen idegességgel szorította össze valami. A tücskök is úgy zenéltek, mint akkor. Mi lett belőlem? Gondolta. És leült a padra.